Én is állandóan gyerekkoromban mindig a fagyért kuncsorogtam szüleimnél. Ugye nyilván én közel voltam a tűzhöz, de nyilván a szülők azok nem folyamatosan tömik fagyival a gyerekeket. Én azért kicsinek már rájöttem arra, hogy mikor kell a szüleimtől fagyit kérni, akkor, amikor a legtöbben vannak az üzletben, mert akkor jól van, itt van, és akkor a csöndbe vagy. Tóth Norbert vagyok, a Dunaföldvári Tóth cukrászda cukrászmestere. A szüleim 83-ban egy kis családi vállalkozást indítottak, egy kis cukrászdát itt Dunaföldváron. Ebben nőttem bele, ezt láttam, ezért nagyon más választásom szerintem nem is lehetett volna. Ezért választottam én is ezt a cukrász szakmát. Kezdetben ugye csak azért, hogy én is tudjak a családi vállalkozásba kicsit segíteni, és ahogy azért idősödtem, úgy szerettem meg én is egyre jobban ezt a szakmát. Gyakorlati képzésemet az ott Soltvadkerten a koronacukrászdába töltöttem, és miután befejeztem az iskolát, akkor hazajöttem dolgozni, és azóta is folyamatosan itt tevékenykedek. Szintén szóval nekem soha nem volt arra igényem, hogy én megmutassam, vagy megmérettessem magam az ilyen versenyeken, mindig csak ugye a saját dolgommal foglalkoztam, és ugye barátok, kollégák unszolására egyszer úgy döntöttem, hogy jó, akkor elindulok a Magyarország tortája versenyen, indulok a futottak még kategóriába, és utána le van tudva az egész, kicsit lehet azt mondani, hogy békén hagynak. De ugye már az első alkalommal sikerült bekerülni a döntőbe, onnantól kezdve pedig úgy döntöttem, hogy addig fogom csinálni, ameddig meg nem sikerül nyelni ezt a versenyt, ami 2019-ben sikerült is, a Boldogasszony csipkéje nevű tortával. 2007-8 környékén kezdtünk el ugye a fagyi versenyen nevezni, és 2009-ben megnyertük a Zahár torta, a Zahár fagylaltal az országos fagyi versenyt. 2010-ben, jól emlékszem, másodikak lettünk, és utána azért folyamatosan, majd hogy nem a mai napig sikerült úgymond a dobogó vagy dobogó közeli helyekre kerülni, ami azért elég nehéz ebbe a szakmába, azért sok esetben több mint 100 fagylaltból kiválasztani mondjuk azt az egyet, ami nyerhet. Nem csak az országos fagyi versenyen, hanem különböző nemzetközi versenyeken is volt már szerencsénk elindulni, amiben például a tavaly előtti évben sikerült a fagylalt világbajnokság magyarországi selejtezőjét megnyerni, és majd 2024-ben lesz a magyarországi döntő, 25-ben pedig, ha sikerül oda kikerülni, akkor a világverseny döntőjére. Szerintem egy cukrásznak nem szabad úgy hozzáállni a dolgokhoz, hogy összecsapni, jó lesz az úgy, tehát szenvedéllyel kell ezt csinálni, és odafigyeléssel, de nem szabad olyat kiadni a kezünkből, amit mondjuk nem szeretnénk a barátaink, vagy a saját családtagjainknak az asztalára tenni, és ehhez elengedhetetlen tényleg a szaktudás és a nagyon jó minőségű alapanyagok. Próbálunk így egyensúlyt tartani ugye a tradicionális, a modern és esetleg a különleges igényeket is kielégíteni, úgy mint a mentes, tehát a cukormentes tojás, glutén, tej, vegán termékeket is már készítünk. Szerintem nevelni is kell a vendégeket arra, hogy nyitottak legyenek az új dolgokra, tehát nem csak a fagyiból, nem csak a puncs, csoki, vanília létezik, tehát azért van azon túl is élet, ugyanúgy a süteményeknél is van, aki csak a házi krémet szereti, vagy csak a dobostortát szereti, tehát azért csokoládés süteményekben is van rengeteg, nagyon, nagyon sok jó. Nem szereti a habos-babosat, úristen, étcsoki, az biztos keserű, nem keserű az étcsokoládé, tehát azért egy 60-70%-ig az még magából is élvezhető, ha egyébként ez egy süteménybe van beleépítve, akkor pedig nagyon kellemes csokoládés ízt tud adni, tehát azért nevelni is kell mond a vendégeket. Például nagyon jó példa erre a fehér csoki, csoki madártej musszunk. Szerintem 15 éve, amikor ezt elkezdtük, de lehet, hogy kicsit több is, akkor gyakorlatilag dobáltuk ki, mert a kutyának nem kellett. Most a legjobban fogyó torták között szerepelnek ezek, mert kellett egy 3-4 év, mire az emberek megszerették, és hajlandóak voltak egyáltalán megkóstolni. A vevőkör az gyakorlatilag szerintem inkább az átutazó forgalom és a környékbeli lakók teszik ki.
Az új Paks 2 atomerőmű építésének a kezdése rengeteg új munkahelyet fog teremteni itt a térségbe. Több ezer embernek lesz munkája, és ezáltal én úgy gondolom, hogy a térség fellendülésnek fog indulni. Sokkal több lesz a vásárlóerő, és nem fognak a fiatalok a megyéből vagy a térségből más megyékbe, például Budapest környékére költözni, mert itt is meg fogják találni a számításaikat, itt fognak családot alapítani, aminek nagyon nagy jelentősége lesz szerintem a Paks 2-nek.